Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Big Dave vagyok, és itt is lennénk sajnálatos módon már az utolsó résszel az NFL 2020-21-es szezonjának beharangozójával, és a mai videóban az NFC West-et fogjuk gorcső alá venni. Itt van velem állandó szakértőnk, a Bills Mafia Hungary főszerkesztője Bence. Sziasztok! És akkor szerintem kezdjük is el a Los Angeles Rams-el, és kezdjük a special team-mel, ami... Megmondom őszintén, a tavalyi szezonig szerintem azt mondom, hogy a legerősebb special team volt az egész ligában, nem? Szerintem azért lehetett ezt mondani. Azért Johnny Hackerrel tényleg nem, tipikusan az a Panther, aki nagyon-nagyon jó akár lábon is, akár kézzel is, de viszont ugye a rugó Greg Zuerlein pedig távozott a csapattól. A liga legjobb rúgója. Így van. Igen, ez a Chiefs, Rams és a Saintsnek volt a három legerősebb special teamje. Most a Zuerlein helyére ugye hetedik körben draftolt egy rúgót a Rams, Slowman személyében. Hát meglátjuk, miért utódja lesz-e Greg Dulegnek. Hát szerintem biztos, hogy nem az első két-három szezonban biztos, hogy nem, mert azért egy rookie, fiatal rúgó, lesz azért olyan teher a hátán itt az első meccseken, akár az első playoff, hogyha playoffba jut a Rams, az első pár playoff meccsen, hogy azt a szintet biztosan nem fogja hozni, mint amit Greg Dulac, de biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben, ha már draftolták, ugye nem sok futót szoktak, vagy ő futott, nem sok kickert szoktak draftolni, és őt olyan hetedik körben már lehet, szóval ott már azért bőven lehet, nem második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik körbe, azért ott mindenféleképpen magasan van nagyon a rugóknak a mércéje, de a hetedik körbe bőven lehetett draftolni. Én azt mondom, hogy még azért így is szépen néz ki ez a special team, és Johnny Hackerrel nagyon-nagyon egybe vannak. Igen. Szóval akkor szerintem térjünk is át, szerintem először az offense-re, ahol... Hát itt a legnagyobb távozó az off-szezonban. Így van. Ugye futóposztról Todd Gurley. Todd Gurley, így van. Viszont próbálták őt pótolni. Ugye tavalyi szezonban harmadik körben érkezett Darrell Henderson, de ami fontosabb, az idei szezonban, az idei draftról érkezett Cam Akers második körből, akivel akár lehet is pótolni Todd Gurley. Természetesen itt a szezon elején nem lesz az a szint, akár Henderson, akár Akers, Malcolm Brown, azért azt nem érzem, hogy ő vele lehetne pótolni Gurley-t, ebbe a két futóba talán, de majd meglátjuk, szerintem azt a szintet nem. Hát ugye McVay ezt nyilatkozta már az off-szezon közepén, ő ezt kijelentette, hogy itt a három futó nagyon komoly snapshare-rel lesz, ugye, hogy a Frisco csinálta tavaly. Nekem kicsit az érzésem, hogy mindegyik futóban van egy erőssége Gurleynek, és ebből a három futóval próbálnak meg dolgozni. Egy gyúrni. Igen, ugye Hendersonnál kérdés, hogy a tavalyi szezon tíje nem fejezte be. Most is voltak sérülései, ugye még itt az off-seasonben olvashattunk róla. Hát itt évvégére Akers lesz az egyértelmű első számú futó szerintem. Henderson lesz a második, ugye Malcolm Brown pedig konzisztensen hozza ezt a langyos szintet most már 3-4 éve. Hát ő az a pont, az a backup. Az ő, amikor ugye Gurleynek volt sérülése, belopták, volt nagy meccse, de azt azért nem fogja tudni hozni. Egyértelmű. Azért Darrell Henderson is lehet egy jó pontja ennek a futó hármasnak szerintem. Igen. Jó van, ugye más, szóval ugye az offense más pozícióba, más posztokon annyira nem változott. Hát, távozott Brandon Cooks. Igazából igen, Brandon Cooks, aki egy távozó, viszont helyére, hát lehet mondani, hogy a helyére, de ugye, még a helyére nem, második körből draftoltak Van Jeffersont. Ugye az idei szezonban még mindig el kell mondani, hogy rengeteg nagyon jó VR volt, kegyetlen jó VR klassz volt az idei draft seasonbe, és nagyon-nagyon jó rookie elkapók lesznek, de azért lehetnek ott sülések is egy-két elkapónál, ha már azt néztük, hogy tényleg első körbe 6 elkapó ment ki. Egész pontosan. Így van. És ugye második körből is nagyon-nagyon sok elkapó volt. Hát komoly VR-es volt, de ugye erre számítani lehetett, mondták, hogy talán minden idők legjobb VR klassza az idei. Így van. Pont ezért gondolom, hogy lehet akár egy-két, sőt lehet, hogy több játékos is akár bust. Szerintem ebben az idei klasszban több játékos
fog bejönni a 6.-7. Uh-huh. kör környékére. Gondolok itt, nem tudom, KJ Osborne-ra. Uh-huh. Igen, akár. Akár, is ugye beszéltük, hogy egy nagy akár a Isaiah Hodgins-ra, nem akarok haza beszélni, ugye Donovan Peoples-Jones, és akkor a harmadik, negyedik körben húzottakba pedig inkább érzem a felsülést, de hát ez majd ugye kiderül. Így van. És ugye na hát a fal az ugye Whitworth-ekkel még mindig nagyon-nagyon erős, azért lehet azt mondani. Nagyon-nagyon nem változott igazából. És akkor szerintem áttérhetünk a defense-re, ha már itt azért az offense-t kibeszéltük. Szerintem át is adom neked akkor a szót, hogy akkor az egyik legérdekesebb szerződést a ligába. Ugye a tavalyi szezonban tudjuk, hogy került Los Angelesbe Ramsey. Vaskos trade. Így van, egy vaskos trade, és akkor most jött egy vaskos. 105 millió dolláros szerződés. Ugye a legjobban, nyilván a legjobban fizetett cornerback lesz, soha senkinek nem volt még összességében 100 millió fölött a szerződésének a tartalma. És ugye a Hard Knocks-ba volt neki egy ilyen hát egy érdekes sajtótájékoztató, hogyha mondhatjuk. Igen. Ezt most itt meg is nézhetitek, bevágjuk nektek. Na és akkor most bevágta. És ugye azt hiszem két nappal Tredavious White két nap a Ramsey szerződés előtt ugye White-ot megtette a Bills a legjobban fizetett corneré, ugye ezt gyorsan rálicitált a Ramsey, és egyébként nem kicsit. És arra a White szerződésre én pont azt mondtam, hogy az határeset. Egy White-ér, egy top 3 cornerbackkel megéri az árát, de Ramsey-nek szerintem ez már túlárazott. És egyébként a sajtó visszhangja is ezt mutatja, mert se Amerikában, se bármilyen fórumon még nem találkoztam, nem tudom, de hogy veled, én nem találkoztam még ezzel a szerződéssel kapcsolatban pozitív elbírálással. Én is mindenhol csak rosszat olvastam, is így gondolom. Ezzel a szerződéssel egyetlen egy ember járt jól az egész világban, azt Jalen Ramsey-nek hívják. Most meg lesz egy időre, az biztos, de hát a Ramsey-nek amúgy sem volt, hát, hogy mondjam, a sapkájában annyi hely, de ezzel most a Ramsey még egy kicsit még töltött ki. Hát azt lehet mondani, hogy azért Ramsey nem fog élhalni. Meg szerintem még az ő unokája sem biztos, hogy fog élhalni. De egyébként ez a secondary, így hogy Ramsey-vel hosszú távon ugye most összekötötték magukat, egyébként nem rossz, főleg a safety duo, ugye Taylor Rapp és John Johnson, ugye John Johnsonnak szegénynek tavaly negyedik hét környékén véget ért a szezonja. Idén. Igen. Lehet azt mondani azért, tavaly a John Johnson lett volna, akkor benne lett volna, hogy szerintem play-off-ba jussanak. Más lett volna az egész secondary-nek a kinézete. Úgyis ugye LeMar azért nagyon szegény volt. Igen, az biztos, de azért itt még azt is meg lehet említeni, hogy ugye LeMarcus Joyner tavaly távozott, és azért azt is megérezte ez a secondary mindenféleképpen. Egy kérdés. Tudom, hogy elfogult vagy, de szerinted White vagy Ramsey a jobb játékos? Én kifejezetten nem akarom azt mondani, hogy utálom, de én nagyon nem szeretem Ramsey-t, ugye amiket itt leművelt már a pályafutása során, és egyébként szerintem Ramsey-nél van kettő, de lehet, hogy három jobb cornerback a ligában. Pontosan, én is így gondolom. Ugye Gilmore és White mindenképpen jobb. Szóval Ramsey a legnagyobb jó indulatommal és félretéve azt, hogy nem szeretem, még úgyis csak a harmadik helyre fér be. White sokkal konzisztensebb szerintem. Ugye White-nál ne essünk azért bele abba a hibába, hogy jó volt végig, egy kiemelkedő szezonja volt eddig, hogyha idén is tudja hozni. De igen, Ramsey eléggé hullámzó, meg kicsit ilyen hangulatembernek érzem, hogyha jó napja jól játszik, pontosan. Ha rossz kedvön, akkor kicsit olyan hisztisebb az egész játéka. Hát én DeAndre Hopkins-t nagyon szeretem, nálam Ramsey ott állt el magát végleg, amikor volt egy meccs, hogy még az egy dolog, hogy trash talkol végig, de hogy oda súnyin, oda könyökölgetett, oda ütegetett, ugye volt rácsrángatás. Hát le is szedte a pályáról igazából a Ramsey-t, úgymond a Hopkins. Hát nem tudja csinálni a Ramsey. Az első fél időben ott kicsit Ramsey-nek sikerült Hopkinsnak az agyvizeit felvinni. Á, igen. Ugye ott talán a Hopkinsnak a nagyon kevés dropjai közül ott egy meg is történt, de a második fél időben Hopkins kitisztította a fejét, és konkrétan megalázta. Meg. Ott lehet mondani azt, hogy üzemi hőmérsékletre hozta fel a Ramsey. Igen. Onnantól tényleg darab volt az, na, ne, azért ne. Az jó
volt. Ne idézzünk annyit Remszint. Azért jó, van itt ebben a defense-ben még említésre méltó egység, például hát, a még. Fal. Hát meg lehet őket említeni, ott hát Aaron Donaldon. A liga legjobb. Egyértelműen a legjobb védőjátékosa. Nem kérdés, ez egyáltalán nem kérdés. És hát azért mégiscsak ott van azért egy Samson Ebukam és egy Michael Brockers mellette, szóval én mindenféleképpen megint csak azt látom, hogy a Rams ellen futni nem lesz egyszerű. Hát de passzolni sem. De passzolni sem, pont ezt akartam mondani, hogy olyan nyomás lesz ott az irányítókon, hogy és ugye én ezt nagyon szeretem látni, amikor azt látom, hogy van egy nagyon erős fal, egy viszonylag jó secondary, és a linebackerekre nem költesz sok pénzt, azt úgyis meg tudja mindenki csinálni, úgyhogy itt ebből a szempontból itt Brandon Staley-ék előtt le a kalappal, nekem ez a minden vágyam, hogy így nézzen ki, csak ott a depcsártya. Azért az mellett nem menjünk el, hogy azért mégiscsak Corey Littleton ugye távozott a Vegasba. Mert ugye a falból is elvesztett. Igen, a falból is. Ugye... Fene, hogy... Nekem se jut eszembe, ne? Fene, a zsákom volt. Miért Trey Flowers jut eszembe? Fowler, Dante. Dante Fowler, igen. Szóval elvesztették még Dante Fowlert is. De attól függetlenül szerintem megmaradt ez a front seven. A fia, onnantól kezdve, elég extra front seven. Igen. És ugye Donald ugye tud játszani tekölt is, rendet is. Jó, azért nem hát azért... Meg ennek ugye a védelemnek ennek az óriási erősége, hogy ugye double team szokott lenni Donaldon. Így van. Tehát ez az egy plusz egy embert még Donald magára tud ugye vonni a figyelmét, de általában még egy harmadik ember is félszemmel sasolni szokta. Jó, van, szerintem nagyjából akkor ezt átnéztük, ezt a keretet, rostert, és akkor áttérhetünk a... Hát talán azt mondom, hogy az off-season legnagyobb nyertesére, az az Arizona Cardinalsra. Szóval az a trade... Hát jó. Átadom a szót. Azt a trade, nagyon szereted. Hogyha azt a trade-et kiveszik, hát igen, nekem az... Az agyveszi felifám. Hogyha ezt a trade-et ki is vesszük az egész képletből, akkor is a legjobb draftot a Cardinals hozta össze. Ez nem kérdés. Azon kívül is okosan hiányposztokra igazoltak az off-seasonben. Nekem egy bajom van, egyetlen egy darab bajom van ezzel a Cardinals-szal, de ugye megint ott adunk ki, hogy van három jó futója, tehát itt is lehet őket forgatni. Hát. Meg ugye a futó a legértéktelenebb poszt, de én nem bíznék ennyire Kenyan Drake-ben. De óriási stíllel a hetedik körben Ino Benjamin-t elvitték. Ez mindenképpen megint ugyancsak A++++. És ugye ott van egy Chase Edmonds, egy nagyon remek kis backup futó, aki lehet, hogy pár csapatban simán lehetne kezdő. És hát azért Kyler Murray is meg tudja futni a 10-15-20 yardos first down-okat akár. Hát és ugye az a csodás trade-del ugye hát egy egészen szép triója van. A liga egyik legjobb elkapója, DeAndre Hopkins. Lehet mondani azt, hogy azért B.O.B. az a Cardinalsnak dolgozott. Hát igen, lehet, hogy jövőre már itt lesz B.O.B. Lehet amúgy. Ugye a liga egyik legjobb ikonja Larry Fitzgerald, akinek ugye több tekölje van, mint dropja. Azért az elkapóként... Tehát ez kegyetlen az egyszer. Nem egy rossz statisztika. Úgyhogy ugye Fitzgerald 2004 óta van a ligában, tehát hogy nem egy szezon alatt hozta össze ezt a több tekölt, mint a dropot. És ugye egy nagyon jó kis, és hát két nagyon jó kis mélységi fegyver, ugye. Hú, nekem az egyik kedvencem. És Andy Isabella. Pont ezt akartam mondani. Én Andy Isabellát nagyon-nagyon csípem, megmondom őszintén. Kegyetlen gyors a srác, hogy őt használják sokszor visszaordásokba, és sőt, igazából őt használják visszaordásokba. Fú, villám léptei vannak a srácnak, tényleg. Hát, Hill magasságban, még azért nem teljesen, de nagyon gyors, nagyon gyors. Ugye még amit kiemelnék, az, hogy tackle posztra erősítettek a Jets harmadik free agentjét. Ja, nem is azt akartam mondani, hanem Kevin Beachemet, hogy free agentket elhozták, de a drafton is ugye, hát szerintem a tackle-ök közül a legnagyobb stíl, harmadik körben Joshua Jones-t kivinni harmadik körben, az barátom. Hát én emlékszem, hogy... Én első körben, igen, én első pont ezt akartam, hogy első körben vártam. Aztán másnap még ugye beszélgettünk is a drafton, hú,
még talán mondtad hát is, talán a Bills-re is még mondtad, hát hogy hú, de jó lenne, akár jó, Ebenezer ben volt jó, akkor mondtad, hogy kivitték, de hú, de jó lenne az a, az a Joshua Jones, azért, hát azért lehet, hogy jó lenne. Sok csapatra oda mondtuk, na most ez, ha nem húzza ki, akkor nagyon hülye, következő csapat jött, megint ez nem, Jézusom, a harmadik körbe járunk, mi történik itt? És akkor a Cardinals meg elvitte. Hát a második nap kezdetén én azt mondtam, hogyha realista vagyok, akkor a Bengals vagy T. Higgins viszi, vagy Joshua Jones. Hogyha pedig optimista, akkor lecsúszik a Basic Jones. Igen, emlékszem. Jó, de egyébként nyilván van oka, hogy a harmadik körig csúszott. Az biztos, de, de... Nem, mi azt nem tudjuk, hogy nem mi, tudjuk, mi lehet az oka. Majd lehet, hogy megtudjuk az első két-három héten. És szerintem akkor... Hát még Titan poszton gyenge ez a csapat, de, az, de hát, hogyha négy ilyen elkapód van, akkor minek Titan? Ugye Max Williams nem blokkol olyan kimondott rosszul. Lerit azt azért bőven be lehet állítani Titannek. Max nem fog úgy blokkolni. Lerit. Hát azt megnézem, hogy Fitzgerald. Fél beáll. Fél. Na jó, mindegy, ezt vágjuk ki. Igaz. Nem érem, hogy... Hát azért Fitzgerald. Fitzgeraldot beállított Titannek. Hát jó, ez sponga, majd erre mondjál valamit. Miért? Christian Kirk-et állított Titannek? Tesó, kit állítasz? Max Williams-t állítom be Titannek. Jó van, de baszki, te mondtad, hogy akkor négy elkapott. Jó, de nem úgy gondoltam, hogy blokkolni. Úgy értettem, hogy van négy jó elkapott, tehát nem kell jól elkapó Titan. Jó, de én meg pont ezt nem úgy értettem, hanem hogy akkor nem kell blokkolni, felállnak akár plusz fal emberrel inkább, és akkor a Titan posztra pedig érted? Én így gondoltam. Nem azt gondoltam, hogy bazd meg, nem tudom, 40 évesen odaállítják, ezért Lerit blokkolni, hallod. Jó, menjünk a defense-re. Jó, akkor szerintem térjünk át a defense-re, ahol egy, hát lehet mondani azt, hogy ez egy óriási mákja volt a drafton. Egyrészt, de megint, hogy milyen mákos, jó, itt mákos is tészta. A drafton, a negyedik körből kettő ember tudtak vinni a falba, hiánykosszak középre, ugye Lucky Futut és Rashad Lawrence-t. De a legnagyobb mák hát szerintem Isaiah Simmons volt azért. Nem biztos, hogy mák amúgy. Hát azért én úgy voltam, hogy hát a Panthers nem visz ki, akkor nagyon nagy hülyeséget csinálnak, és hát nem vitte ki. Mondták, hogy Simmonsnak az a legnagyobb baja, hogy ez a linebacker és safety poszt között van. Tehát, hogy nem is linebacker, nem is safety. Tud játszani ugye mindent. Szerintem Simmons. Meg pont, hogy ez az extra. Extra safety, extra linebacker. Igen, csak Vance Joseph fékez, ki fogják-e tudni belőle hozni. Hát, nem tudom. Vance Joseph már fecsérelt el egy-két tehetséget. Mindegy, én ott szeretném, biztos, hogy Simmons jó legyen. Nekem ő nagyon szimpatikus. Dettó nekem is volt, vagy hát még mindig az nyilván. Na de akkor menjünk vissza a falra, ugye ahol hoztak két defensive tackle-t, de hoztak még Buffalo-ból ugye egy Jordan Phillips-et, hogy szabadon igazolt. Meglepett, engem nagyon meglepett, mert azért mégiscsak Phillips azért ott már osztopos tagja volt a hát igen, és nagyot nyerhettek vele. Igen, vele mindenképpen. És itt egyébként a linebacker sor nagy nevekből áll. Brutális. Ugye Chandler Jones, Devondre Campbell érkezett Atlantából. És hát tavaly évben és Jordan Hicks. Mit művelt az ki tavaly? Jordan Hicks elképesztő szezonja volt. Mondjuk az én, hát lehet mondani, szerintem jelen pillanatban nekem a, nem csak a fantasy-met nézve, nekem jelen pillanatban a kedvenc védőjátékosom az egész ligában az Buda Baker, és nem csak azért, mert tényleg most, hogy jó pontokat hoz, mert tavaly nekem annyira tetszett az, amikor egy az egybe levette a pályáról Kelsey-t, és megfogta. Hosszabbítottak is. Elképesztő. Én nekem ott, mert én ott addig mondtam, hogy jó, sok tackle-ja van, meg elég sokat dobálna, meg ugye safety azért mégiscsak, de ott, amikor egy az egybe, ott egy 5-6-szor nem is tudott passzolni szinte a Kelsey-nek a Mahomes, Én engem ott megfogott a srác, ott nagyon-nagyon megfogott. Igen, ugye meg is kapta a hosszabbítást, és a secondary is. Ez a defense, ez nagyon rendben van. Ugye Patrick Peterson egy... Nagyon. Hát most már nem azt mondom, hogy elite cornerback, de egy nagyon, lehet nagyon mondani, jó. Azért lehet mondani azt, hogy elite cornerback azért. Szerintem mindenféleképpen egy Patrick Petersonra még egy egy-két évig, aztán utána lesz majd szerintem már. És van még egy Byron Murphy, és ugye megszerezték Drake Kirkpatrick-et Bengalsból, ugye őt is szabadon igazolhatóként. Az is egy nagyon szép move és volt. És Jalen Johnson a Buda Bakernek a safety párja. Hát azért sokan szeretnének ilyen safety páros szerintem a ligába. Ugye még annyit említenék meg, hogy ilyen van Robert Alford. Így van. És Marcus Gilbert opt-out-tól azt mondjuk azért megérezhetik. Hát igen. Gilbertnek az opt-out-ját.
Ugye ő egy tackle, offensive Igen, tackle, hát ugye a de... Steelersben volt évekig, és évekig ő vele is nagyon-nagyon erős volt a falott, ugye De Castro, Gilbert, Villanueva és a többiek, nagyon-nagyon ugye Pouncey, és ő vele volt egész az a fal, de azért gondoltam, hogy ő idén ki fogja ülni. A szezont már csak azért is, mert ugye nem egy fiatal játékosról beszélünk, plusz ugye szerintem a szerződése se olyan durván nagy, hogy mondjuk egy sérülést kockáztasson, szóval az ilyen játékosok azért sokan voltak, hogy inkább akkor amellett döntöttek, hogy akkor kiürjük a szezont. Jó van, szerintem nagyjából akkor megvagyunk ezzel arizonai kerettel, és áttérhetünk a következő csapatra. Igen, ugye akinek minden évben a legtöbbet kell utazni, a Seattle Seahawks. Seattle-be utazunk kicsit. Elszállunk Seattle-be. Szerintem az offense-zel kezdjük inkább. Jól van, mindenképpen. Van itt beszélni mit. Hát ez a futó trió itt is azért elősen alakul, ugye Chris Carson és Rashad Penny mögé hoztak még egy Carlos Hyde-ot, hát akinek tavaly egész jó szezonja volt Houstonban. Én ugye Hyde-ot nagyon szeretem. Én is mindenféleképpen. És szerintem Hyde volt mindig is az egyik legalul értéket a futóligában. Mindenféleképpen. És azt azért tegyük hozzá, hogy lehet, hogy nagyon sok szerepe lesz, mert az elmúlt években láttunk, hogy Penny rengeteget sérült, Chris Carson is rengeteget sérült. Hát ugye Penny megint ilyen van. Igen, ilyen is van. Carson is azért kérdéses lesz, hogy mennyit lesz egészséges a szezonban. Azért lehet, hogy a Hyde-nak egy vaskos szezon elé fog nézni Hyde. Nagyon kíváncsi leszek. Hát aztán, hogy itt is legyen valami kis sztori, Josh Gordont ugye, aki egyelvet itt a 6 meccsről, hogyha jól tudom. 6, igen. Akkor ugye őt visszaigazolták, most ez pontosan mi az, most érdekes. Döntse el mindenki. De egyébként, hogyha már itt az elkapoknál vagyunk, akkor Wilsonnak megvannak a célpontjai, bőven. És akkor ugye a Titan-dekkel egybe vehetjük, ugye Greg Olsen érkezett a Carolina-tól, ugye free agent volt, és ugye tavaly nagyon berobbant a ligába Will Disley, csak szegénynek elszakadt az Achilles-e. Kíváncsi leszek, hogy ő hogy fog tudni visszatérni. Hát igen, egy Achilles sérülésből nagyon-nagyon nehéz visszatérni. Ezt láttuk azért sok sportágban, és azért mégiscsak egy Titan, blokkolásokra is azért kell használni szépen azt a lábat, elkapásoknál is nagyon fontos a láb. Nem lesz egyszerű, de nagyon drukkolok neki, hogy azért visszatérjen. Nekem is szimpatikus volt nagyon a tavalyi szezonban, az első felében ugye még nem sérült meg, és hát én nem gondoltam volna, hogy Greg Olsent látni fogom Panthers-en kívül más mezben. Igen. Nem tudom, meglátjuk igazából. Hát ez itt a nagy klub ikonok, vagy klub, tehát akik egy klubnál lehúzták az életüket, most itt ők váltogattak, vagy nem is klub, hanem hát franchise-nál. Ugye Witten is elment, Olsen is elment, Gronkowski is elment. Igen. Elképesztő, hogy mik történtek itt. De az elkapó páros, ugye a tavalyi draft egyik legérdekesebb sztoria, ugye a egekig magasztalt, majd aztán a második körig csúszó DK Metcalfnak azért a playoffra, meg a szezon végére, ő azért nagyon mutatta, hogy lehet, hogy inkább a magasztalás volt nála a jobb dolog. Mondjuk most vannak róla fényképek, úgy néz ki, mint egy 50 éves éppen nyugdíjba vonuló. Hát ugye azt a testet azt rendbe kell tartani, mert egy kicsit kis kihagysz, mondjuk itt a karantén alatt lehet, hogy nem nagyon edzett, azért ott összeeshet az ember. Ugye főleg az arcára gondoltam. Igen, de én mondom, láttam róla képeket is, hogy kicsit testileg is össze van esve a srác. Erről nem tudok nyilatkozni, nem szoktam férfi testeget elemezni. Láttam, hogy emberre válogatja. És akkor Tyler Lucky, ne haragudj. Na jó, most már belettem volt, ha innentől kezdve szinte nem mondok semmit, csendben maradok, mondja csak. Tyler Lucky-t még ugye, akit hát bizonyított már nem egy szezonban, úgyhogy Wilson előtt ugyan azért túl sok segítséget nem kapott a falba, egy harmadik körös pick volt egy Damien Lewis ugye guard pozícióba érkezett. Hát ugye ez az évek óta fennáll az a probléma, hogy Wilsonnak menekülnie kell majd idén is. Hát igen. A lábon kíváncsi vagyok, hogy meddig fogja tudni még megoldani. Liga azért ezt ki lehet jelenteni a ligában, ő menekül a legjobban a hát az a legnagyobb túlélő a ligában nagyjából, tehát sajnos a menekülés nézve nem tényleg. Survivor módban van mindig. Lehet, hogy itt sok irányító már nem biztos, hogy a saját lábán állna. Ah, azért ez biztos, főleg egy Carson Wentz. Igen.
Na, és akkor szerintem az offense ezzel megvolt. Így van, és akkor nézzük azt a, azt a defense-t, ahol ugye első körbe érkezett egy linebacker ide a brutális linebacker duo mögé. Ugye Bobby Wagner és KJ Wright mögé érkezett Jordan Brooks. Első körből. Első körből. Ezt te hogy értékeled? Helyén volt? Reach vagy steal? Nem tudom. Én megmondom őszintén, nem biztos, hogy a széltől helyében linebackert húztam volna. Hát lehet, hogy a helyén biztos, volt. Az biztos, hogy nem. Lehet, hogy volna. Alapvetően a helyén volt, a széltől viszont szerintem egy hülyeséget csinált. Szóval nem tudom. Tényleg lehet, hogy már azt érzik, hogy ugye KJ Wright-nak lehet már csak egy-két éve van, és akkor ő neki a pótlására. Ez a tizedik így van, azért mondom, hogy azért az linebackereknél, már csak Luke Kuechly-t nézzük, ugye 28 évesen ugye tavaly visszavonult, és KJ Wright-nak már ugye ennyi a lábába van. Azért úgy nézve lehet, hogy nem csináltak hülyeséget, hogy kihozták Brooksot. Viszont lehet, hogy inkább a helyükben hoztam volna abból a pickből akár egy cornert, mert megmondom őszintén, az a secondary, jó, Shaquille Griffin, hát nem tudom, nekem még nem bizonyított akkorát, és ugye Quinton Dunbar-t hát ugye, hozták. Bocsánat, itt ugye Griffinnek a testvérét az van. Napokban kivágta. Igen, így van, így van. A Seahawks, ugye ez félkarú, így van. Nem degradálva, hanem hogy a sztoria. Uh-huh. Hogy azért ez szép történet volt, hogy volt ugye a Seattle-ben két vagy három éve, szerintem három éve. És ugye Quinton Dunbar-t hozták, akinek ugyancsak megvan a sztoria, ugye ő megúszott egy elég durva. Okosok buliát. Nem, tényleg egyszerűen most próbáltam, de nem tudom, hogy fejezem ki magamat, hogy... De most tényleg azt nem értettem sosem, hogy dollármilliókat keresem. Nem tudom, abból élsz, amit szeret. Naponta legfeljebb két edzésed van. 5 hónapig tart a szezon, amíg meccseket kell játszanod, meg utaznod kell, minden. És tényleg minden rend megvan, az unokáid megélnek a pénzedből gond nélkül, de te neked muszáj egy fegyveres labdásba keveredni, vagy akár 60 kiló marihuánával a csomagtartóban furikázni, vagy a reptérre a pöcsödön egy félautomata fegyverrel kimenni, és a fotocellá, vagy ez a sípoló biztonsági kapu alá besétálni. Nem tudom ezeket sose felfogni. Hát mindegy, hagyjuk is ezt a témát, mert ez tényleg csak... Na, a Jamal Adams trade-et azt egyszer már átbeszéltük az első részben a Jetsnél, hogyha bővebben érdekel, ott elmondtam, szerintem, hogy ezzel kijárt jobban. Szerintem én is. Azzal keresetek vissza az első részt, az AFC East és a Jets tekerjetek oda. Tavalyi szezon, így talán a deadline előtt érkezett ugye még Quandre Diggs, aki egy nagyszerű free safety, és ővele is szerintem a secondary csak erősödött. Igen. Aztán majd meglátjuk, hogy mit fog idén alakítani ez a Seattle-i defense, mert azért Seattle-ben a defense az soha nem szabad leírni. Mindig. Még mindig azért a Legion of Boom-ból még maradtak itt játékosok. Pontosan. És akkor a fal? Hát talán az a baj, hogy nekem az a fal, ez egy kicsit gyengusz. Nem hát, tudom, hogy te hogy vagy vele. Puna Ford nem váltotta meg a világot. Gerard Rich annyira második körbe húzták. Gerard Rich ahhoz képest, hogy második körbe húzták. Nem annyira, de egyébként egy korrekt játékos. Igen, lehet mondani. És akkor hát, a két end. Benzon Mayova, aki ugye a Vegas-tól érkezett. Vagy hát meg az Oakland-től érkezett. És ötödik körbe húztak egy... Talán ebbe a falba őt érzem a legjobbnak. Draftról. Vagy akár Elton Robinson tudja hát, az ötödik körben. Hát azt akartam mondani, igen. Hogy őt talán. Ugye, hát nem tudom. Egy, a tavalyi első körösük Collier. Hát ő nagyon besült szerintem. Ő se váltotta meg Jó, még azért, mégiscsak jó, tavalyi draft, de én már szerintem lehet mondani, hogy ő azért besült. Hát azért még várjunk vele egy évet. Kicsit érzek egy kis basszagot. Nagyon. Majd meglátjuk. De nekem egyedül ez a fal, ez nem annyira szimpatikus. Mármint nem annyira tetszik a szimpatikusnak, szimpatikus, de nem annyira tetszik. Majd úgyis átbeszéljük megint azt 7 csapatot, hogy kijut playoffba. Így van, és akkor majd azért lehet, hogy azt mondom, hogy a Seattle nem biztos, hogy itt igen. Playoff résztvevő lesz. Meglátjuk. Na jól van, szerintem akkor meg vagyunk a jó, nézem. Akkor áttérhetünk a... Ugye még egy ilyen fun fact, hogy Geno Smith a Jerry Nyitó. Igen. Ezt azért még...
el kellett igen. Sütni. Na, és jó. Akkor a csoport, a tavalyi Super Bowl résztvevővel zárjuk az egész sorozatot. Igen, fú. Hát, Kársenehen miért nem kért időt? Kérdezhetjük így? Hát jó, ezt a témát azt inkább hagyjuk. Igen, ezt már gondolom, hogy neki átbeszélt egyből, de ugye egyből egymásra néztünk, hogy miért nem mutogatta az időkérést. Aztán amikor meg volt a hosszú passz, akkor... Na, de akkor nézzük, mert ugye két első kör, két játékos is húzott első körbe a Frisco. Ugye itt, bocsánat, itt is, hogy a Máz első kör, hogy honnan volt két első körük, ezt is ugye kibeszéltük a Colts-nál, hogy ki járt jobban ezzel a tréddel, arra is akkor keresetek vissza, az azt hiszem a harmadik részben volt. Igen, a harmadikban. Itt a valamelyik sarokba. Majd berakom. Berakjuk. Ott van, inkább, nem tudom. Majd valahol berakom. Jó, van, akkor... Ebben a sarokban lesz, igen. Szerintem először nézzük az offense-t, és ugye akkor nézzük azt, hogy... Hát Kyle Shanahan... Mit alkotott. Zsenie. És ebbe a Shanahan rendszerben egyébként Ayuk nagyon szépen beillik. Ugye ez a villámléptű, lehet akár enderándot fékelni, hát vagy akár megcsinálni az enderándot. Ugye kicsit ez a Deebo Samuelre hajaz. Hát lehet mondani azt, hogy ez a Deebo Samuel prototípus. Szerintem Deebo Samuel másik csapatban, talán még a Kansasben, igen. Lett volna ilyen jó szezonja, mint amit volt tavaly, de másik csapatban szerintem nem hozta volna ezt a teljesítményt. Hát Ayuktól hasonló esélyet várok. Ezek a flanker drive-ok ott nagyon, nagyon sültek a tavalyi szezonban. Befut középre egy tír. Na, és akkor itt is viszonylag a jobb sztori. Trent Williams személyében ugye itt a Washington nagy nehezen elengedte. Itt a trade-del nagyjából egy időben egy nagy ikont vesztett a liga, ugye Joe Staley. Így van. Bejelentette a visszavonulását, ugye így érthető volt hát így aztán főképp indokolt volt ez a Williams trade a Frisco-nak. Azért mondhatni, hogyha Williams úgy játszik, hogy az első évében, akkor méltó utódját találták meg a legendás Baltacruel-nek. Mindenféleképpen. És ugye történt egy érdekes move itt a Frisco részéről, hogy ugye George Kittle mellé, mögé odahozták Jordan Reedet, aki alapvetően kés képességekben nem biztos, hogy sokkal rosszabb George Kittle-nél, viszont ugye az egészséges sajnos maradás. Ugye láttuk itt az elmúlt szezonokban, hogy Washingtonban olyan szezonja nem volt, szerintem, hogy 4 mesnél többet játszon itt az elmúlt 5 évben körülbelül, vagy 4 évben. Viszont itt talán azért lehet neki egy ilyen, hát... hogy mondjam, jobb szezonja és egészségesebb szezonja, mert itt van valaki előtte, és nem tőle nem várják, így van, hogy nincs az a teher a vállán, hogy ő most kezdő Titant, hanem egy-két play-re behozzák, felívelnek rá egy hosszút, vagy mondjuk blokkol egy nagyot, csinálnak vele egy nagy futójátékot, bár ő nem az a komoly blokkoló Titan. Emellett a fal mellett nem nagyon kell blokkolni. Így van, azért mondom, hogy akkor... Ugye McGlinchy nagyon bevált. Azért azt tegyük hozzá, hogy George Kittle egy brutálisan jó blokkoló Titan. A legjobb. Az egyik legjobb. Azért, hát ugye, azért ott azért... És imád is blokkolni. Hát olyanokat csattan. Azt is, ide a videón, amit most bevágunk alá, láthatjátok, hogy két, ez is jelentő, hogy milyen futójáték következik. Mert hogy megy blokkolni, igen. Hát és aztán itt a blokkolást még elősegít ugye Kájuszcsik. Ugye erről a tavalyi szezonban nagyon sok elemzés volt, meg ez a felrajzolgatós dolog, hogy hogyan tudják szétszedni a védelmet azzal, hogy Juszcsiket elküldik egy jobboldali pitch futásra blokkolni, igen, ugye mutatni, a fal elkezd balra blokkolni, és akkor nem tudom, akár kitől mögött megy egy lead blokkal, akár egy nem tudom, egy középső futás. Lehetsz te bármilyen defensive koordinátor azért. Szétrántják a pályát, azért... a falat két irányba, és középre elmegy a futás, vagy akár középre meg jobbra elrántják, és balra megy a futás. Szóval lehetsz te bármilyen defensive koordinátor, vagy bármilyen linebacker azt azért ott észrevenni, hogy akkor az a futás, akkor az merre is fog menni, meg hát hova fog menni, vagy futás lesz-e, vagy RPO-t hívnak, hát vagy elküldik egyik ott még a fal mögött. Hát egy az... enderándra, vagy, és akkor igen, már is megvan balondítva mindenki, és akkor nézd meg, igen, hogy play action. Hú, basszus, azért ez... Vagy akármi. Ez kegyetlen. Igen, és nagyon, ugye nagyon nehéz. Elengedték ugye futóposztról Braidát. Pontosan, ugye Miami-ba, őről is beszéltünk. Na és kérdés, szerinted három, Coleman, McKinnon és Mostert közül kinek lesz a legtöbb futott jargja?
Hú, ugye ő is egy, a Turbokin is azért egy tényező lehet. Mennyire szerettem Minnesotában. Így van, ő is egy tényező lehet, hogy most ugye két szezont nagyjából lehet mondani azt, hogy kiült teljes hát, mértékben. Szegény. Szegény, nem önszántából. És ugye nagyon lemondott a fizetésének a nagy részére az, hogy Friskóban maradhasson. És én azt mondom, hogy ő sajnos már két ilyen sérülés után nem hiszem, hogy fogja tudni azt a szintet hozni, amit Minnesotában. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb yardja az Tevin Coleman-nek lesz, és utána fog jönni a Mostert, hiába nem így van a depth charton, hogy ki a kezdő. Én mindenféleképpen még mindig jobban bízok Tevin Coleman-ben, mint Mostertben, de itt egyértelmű az lesz a kérdés, hogy ki fogja kapni a több labdát, és szerintem azért lesz. Most azt így nagyon nehéz megmondani, mert a jobb játékos szerintem az Tevin Coleman. És kinek lesz több TD? Bocsánat, hogy itt közben. Hú. Az biztos, hogy még a több TD-ben még bele lehet hozni akár a Juszcsikot is, mert... Hát azért nem hiszem, hogy Juszcsiknak több TD-je lenne, mint Mostertnek, vagy Coleman. Fog kapni labdát, de... azért rendesen. Jó, persze, nem igaz, ez hülyeség volt, de én azt mondom, hogy TD-ben viszont lehet, hogy Mostert. Izmozóbb játékos inkább. Hát én pont fordítva gondolom. A véleményedet is, meg azt, hogy inkább Coleman az izmozóbb játékos, uh-huh. Szerintem Mostertnek lesz több futott, hogy a Colemannek pedig több TD-je. Azért a goal line situkat én inkább adnám vagy Juszcsiknek, vagy Colemannek, mint Mostertnek. Uh-huh. Mostert inkább a kis ficánkságából. Nem. De mondjuk egy outside futással azért az endzone, vagy a red zone-ba azért persze. Ott azért lehet közel lesznek. Szerintem közel lesznek jardba is, meg TD-be is. Hát azért tavaly is elég közel voltak. Igen. A szezon másik felében, amikor már tényleg mindenki egészséges volt. Na jól van. Na és akkor szerintem az offense ezzel megvan. Így van. Ezt megnéztük, és akkor defense. Hát azért ez még mindig egy kegyetlen. Azért ez ugye a Robert Saleh féle. Hú, tavaly ő is berobbant a ligába, vele együtt berobbant a ligába Nick Bosa is, ugye a tavalyi első hát köröse. Mindenki, Fred Warner is. Így van, lehet mondani. Tényleg, hogy mindenki. Nincs olyan, tényleg nem tudok mondani olyan embert, olyan játékost a defense-ból, aki a tavalyi szezonban ne lett volna extra. Jackie Skitret nagyon-nagyon jó évet tudhat Sherman maga. Ahogy Jimmy Ward is. Írja. Még tényleg azoknak a játékosoknak, akiknek azért nem... A nevük nem... Nem olyan csengős a nevük, lehet mondani így. Még ők is nagyon-nagyon sokat hozzátettek a védelemhez, és akkor ide érkezik egy első körös Javon Kinlow, aki ugyancsak egy nagyon nagy erősítés lehet még ebbe a brutálisan erős defense-be. Hát itt ez a defensive tackle, hogy Solomon Thomas, DJ Jones és Javon Kinlow. Hát elég erős most lehet most erre mondani. Mit mondják? Semmit. És akkor ugye az endek, ugye Eric Armstead és Nick Bosa, és van. Akkor a backupjuk az ugye Dee Ford. De jó backup. és akkor a linebacker. Hát itt ez az a defense, hogy nagyjából mindenkinek nagy neve van most már. Már tényleg ugye azt lehet mondani, hogy a cseréknek is. Igen, ugye a linebacker sor az Fred Warner, Dre Greenlow és Nolan Alexander. Fred Warner-nál most mi van? Mert olvastam egy pár hete, csak Covid-ra került. De már aktiválták. Jó, akkor játszik is fontos, a hétvégén. Fontos, ő nagyon fontos tagja ennek a defense-nek. Igen, hát ugye neki volt ez a tekölje. Az utolsó héten, vagy utolsó előtti héten, ugye, amikor a goal line-on azt a mindenit. Talán Luke Wilson. Luke Wilson, igen. A goal line-on ott a, nem hát tudom, igen. A Luke Wilson már nem volt az endzone-ben, de Warner még a kezében. És hát ugye az azzal lett meg igazából a kiemelés a Frisco-nak, és azért is hát ez azért volt, hogy elmenetelni igen. Ez a defense az igazából olyan, hogyha ellenesnek kellnek beszélni, akkor lemegy a nap. Az biztos. Szóval inkább szerintem ne is kezdjünk bele egyenként. Erre annyit mondunk, hogy ez Liga Elite. Hát ez a, top 1, top ez a liga legjobb védelme. Igen, lehet mondani. A liga legjobb védelme, egy nagyon jó rendszerrel, ugye, amit szeleik biztosítanak, és ez egy remek védelem. Pontosan. Ja, szóval és ez megint egy contender csapat egyébként. Na jól van, akkor szerintem a csapatokkal meg vagyunk. Így van. Menjünk át a sorsolásokra. Jó. Jó, akkor szerintem nézzük a sorsolást rögtön, és akkor kezdjük a Los Angeles Rams-al. Hú, első héten Dallas, azért az nem lesz egy, és az Sunday Night Football lesz, azért nem lesz egy könnyű, utána Eagles, az verhető szerintem bőven, Bills-el azért ott egy kőkemény meccset fognak játszani, Giants, Redskins, 49ers, Bears,
Aztán Dolphins után lesz egy bye week-ük, az még, mondjuk azt szerintem pont rosszul jön, hogy pont a Dolphins után, akkor az bőven egy nyerhető meccs lesz. Hát, a Jets is verhető. Ez is egy olyan csoport, megmondom őszintén, ahol ugye erős csoport, és mindenki 50% vagy 50% fölött akár végezhet is. De hát nem tudom. Te mit mondasz? Mondj el ezt, te valamit most. Nagyon nehéz lesz itt mérlegeket javasolni. Nem szinte negatívat mondok, akkor egy 7-9-el. 7-9, én is pont ez a 7-9, vagy 8-8-an gondolkoztam. Jó, legyen 7-9, nekem is 7-9, 7-9. Jó. A Cardinals, ugye. Cardinals, na, ott a kicsit már vaskosabb. Na szóval dolog. Frisco Washington, Detroit. Ez a Frisco, amit mondtam neked, hogy ez még akár egy érdekes meccs lehet ott az első héten. Igen, Washington, Detroit, Carolina. Hallod? Washington, Detroit, Carolina, Jets. Az első öt meccséből, ugye a Frisco-t, ha levesszük, akkor Lozán négy győzelem egy vereséggel kezdhetnek. Hát ha még a Frisco-t is megverik. Itt az öt legyenge csapatban négyel játszanak. És ott még egy Dolphins. Yeah. Aztán a Rams duplából is akár hozhatnak egyet. Akár a Patriots-ot is megverhetik. A Dallas, mi volt, ha meglátjuk, azt nem hiszem. Bills-et se szerintem. Húha. Ez nem tudom, de ez egy nagyon komoly mérlegnek is kinéz nekem most itt a sorsolásból. Hiába most ugye a harmadik helyre tesszük itt a felsorolásba őket, de én ezt úgy érzem, ez nekem nem könnyű. Nekem úgy igen, de most hogyha csak a felsorolást néztük. Jó, én bemondok egy, én megmondom őszintén, én bemondok egy 10-6-ot. Én is. 10-6 még biztos. Ez... Igen. Szerintem ők lesznek a csoport másodikak. Igen. A Frisco után. Nézzük meg a Seattle-nek a sorsolását. Jó. Most térjünk át, és akkor már meglátjuk. Patriots, Cowboys, Dolphins, Vikings, bye. Cardinals, Frisco, Bears, Rams, Cardinals, Eagles, Giants, Jets. Mondjuk Giants, Jets, Reds, Washington. Rams és Frisco. Figyelj, amúgy ez se tűnik egy annyira nehéz hát, sorsolásnak. Ugyanaz a sorsolás nyilván. Csak most kicsit, igen. Egy csapat, meg ugye... Őszintén szóval, szerintem a Seattle az egy meccset fog nyerni, a Cardinals egy ellen egyet fog bukni. Szerintem egy-egy lesz a mérlegük. Benne van. Viszont innen, ebből a csoportból akár benne van a pakliba az is, hogy ketten bemenjenek. Hárman. Vagy, bocsánat, elnézést, hárman. És én ezért erre a sorsolásra 9-7-et betippelek, azt a mindenit. És őszintén szóval, de majd azt a végén megnézzük a videónak, hogy 9-7-tel is akár bemehet ez a Seattle. Hiába mondtuk azt, hogy lehet, hogy nem idén, de a 9-7-tel ezzel a sorsolással még akár. Na és akkor nézzük ez a Frisco. Ez nagyon egyet vagyunk most ebben a csoportban. Így van. Most megnézzük akkor az utolsó. Hát ugyanazok a csapatok, annyi, hogy itt kaptak egy Green Bay-t, ugye, mert hogy csoportgyőztessel. Én azt mondom, hogy hát ne arra úgy, de a Bills szerintem meg fogják verni, azért csak nézem a más én csoportok. Én is így gondolom. Petszet is meg fogják. Szerintem ott a Jets, Dolphins, Pets, Bills 4-est biztos, hogy elverik. Az kb. 1000%. A csoporton belül talán 2 meccsen fognak kikapni. Talán. Mondjuk egy Arizona, egy Seattle. És a többit verik, mondjuk első héten rögtön a Arizonától, az tipmix gyilkos lenne, legalább, vagy nem biztos. Lehet megéri az Arizonát tenni. Na, majd meglátjuk. Én azt mondom erre, hogy legyen egy 12-4. 11-5. Először azt akartam, de mondom, hogy éreztem, hogy azt mondom. Ennyire nem engedem belőle egy dolgokat. És akkor mit csináljunk? A fantasy-t nézzük meg előbb, vagy a ki a playoff? Szerintem nézzük meg a fantasy-t, és a playoff-ba a legvégét az NFC. Jó. A fantasy, jó. Rams-ből. Nézzük akkor a Rams-et először. A futót, az kerülném itt őket. Igen, mondani. A futó, jó, pont magam ellen beszélek, mert Cam Akers-t ledraftoltam a 6. vagy 7. körbe, de ugye nem olyan liga. Keeper liga és IDP. Hát megmondom őszintén. 15 körös, vagy 15, igen, most 15, csapatos. 15 csapatos ligát nézünk. 15 játékos, igen. Standard ligát, csak kijött. Így van.
Hát figyelj, én őszinte leszek ebből a Ramsből, én Woods és Kapp. Igen, őket mindenféleképpen. És itt a vége, még talán Higbee-t. Igen, Higbee-t talán. Kubét biztos, hogy nem. Kubét biztos, hogy nem. Goffot. Goffot nem. Nem hiszem. Futót se vinnék. Nem. Reynolds-ot nem hát jó, azért futót, hogyha mondjuk egy tizedik körben még mondjuk benn van egy Cam Akers. Hát Akers az egyetlen, az akit így akkor csúszik sokat, akkor vinni. Nagyon sokat, akkor mindenféleképpen próbáltok meg, de nem. Na jó, na szerintem jó. Nagyjából ez. Cardinals. Cardinalsból azért már érdekesebb Cardinalsból a dolog. Cardinalsból én szemezgetni lehet. Ott lehet már szemezgetni mindenféleképpen. Szerintem az első kör be. Első kör végén akár Hopkins, ja, de második eleje. Ja. Pontosan. De tizedik kör után Fitzgeraldot is meg lehet próbálni. Pontosan. Akár Christian Kirk-öt is szerintem. De és Titan-t mondjuk innen nem minden. Nem, biztos, hogy nem. De Kyler Murray ugyanúgy egy harmadik, negyedik körös. Így van. Kyler Murray-t mindenféleképpen. És én őszinte leszek, én innen sem vinnék futót. Jó, én azért srácok, azért a Drake-et azt én mindenféleképpen. Én nagyon nem bízok a Drake-ben. Jó, nem bízol, de attól függetlenül, hogyha nagyon hátra zsúszik itt is. Én inkább vinném Chase Edmonds-ot az utolsó körben. Aha, mondjuk az ügyeség. Így van, az ügyeség. Futónak, nem tudom, akár negyedik, ötödik számú futónak, hogyha, akár hogyha Drake gyenge lesz, akkor meg ugye Drake most ilyen lábgépben látják járkálni, úgyhogy Edmonds ki tudja. Hát igen, nem kívánok rossz mindenféleképpen. Én is azt mondom, hogy ha Drake nagyon hátra csúszik, akkor húzzátok ide, de alapvetően én is azt mondom, hogy Edmondsot próbáljátok meg a vége fele valamikor kihúzni, jó? Igen, és akkor Hopkins az pedig, amit már mondtunk. Aztán Seattle-be harmadik, negyedik körrel ugyancsak irányítót vinném Wilson így személyében. Van. Futó kérdés itt is nehéz. Itt is ugye ebben a csoportban nagyon mindegyik csapatnál sok itt is futó van. Nagyon nehéz. Carsont elvinném, de ötödik kör előtt. Biztos én nem. Nem, ötödik kör előtt nem. Viszont... Penny tizedik kör előtt nem. Pont ugyanezt akartam mondani, körülbelül, mint Chase Edmondsnál lehet azt mondani, hogy a vége fele Hyde-ot megéri. Ha megnézzük tényleg azt, amit már beszéltünk itt a videó elején, hogy Carson mennyire sérülékeny, ugye Penny még mindig IR listán van, és így viszont Hyde-nak akár lehet egy nagy szerepe. Én azt mondom, hogy Hyde-ot 12 fölött. Én azt mondom, srácok. Igen, és ugye a két elkapott, ez már negyedik. Jó, hát igen, arra meg nem is beszéltünk. Hatodik pedig, ugye, Lucky-t és Metcalf. Pontosan. És Disney-t te vinnéd az Achilles után? Nem, Disney-t biztos, hogy nem. Akkor Titan-t innen nem vinnéd. Titan-t én sem. Én sem. Ozan sem. Én sem. Disney-t nem. Disney-t, nem tudom. Talán, hogyha még első héten, vagy második héten úgy hoz egy jobb meccset, akkor talán azt mondom, hogy waiverről, hogyha olyan helyen vagytok, akkor igen, de nem Disney sem. Jó, na, van. És akkor? Jöhet ahol a futókat megint csak nem lehet eldönteni. A Frisco. Hát itt Coleman 8. kör után vinném. Ahogy Mostertet is. Mostertet 6. 7. után. Amúgy nem, bocsánat, nem Mostert azt visszaszívom, Mostert is 8. után, mivel ugye azt mondom, hogy Coleman-nek több TD-je lesz. De meg a másik meg, hogy én biztos, hogy mind a kettőt, ha 8. kör előtt valaki elviszi, vigye most, ez teljesen. McKinnon nem biztos, hogy kihúznám. Semmiképp nem húznám ki. Én tényleg és nem. És akkor a Titan, de az ugye két a második kör, természetesen. És elkapókat te hogy vinnél? Én elkapót talán vinnék 10 fölött Mindkettőt. És 13 fölött meg Ayukot. Igen. Így, körülbelül így próbálnám be, és lehet amúgy Garoppolót is megnézném 12-3 fölött. Hogyha mondjuk benne nem húztatok elején. Hát kitől mindenki. Persze. Ja, hát itt van. Na megint. Na jó. Így van, szóval, hogyha kihúztátok a kétet, akkor vigyétek a... És akkor 7 csapatot szeretnék hallani. Hogy ki jut először ugye a 4 csoportgyőztest, aztán pedig a 3. Jó. Bocsánat, itt a különbség. Jó, én azt mondom akkor, hogy Dallas, egyértelmű NFC East. Jó. Green Bay, egyértelmű NFC North. Jó. New Orleans, egyértelmű NFC South. Jó. És San Francisco, egyértelmű NFC West. Jó. És akkor 3 csapat még.
Mondd el te is ezt a... Ezt a négyet. Ugyanez, egyetértek a Dallas-szal is, a Saints-szel is és a Frisco-val is, egyedül a Green Bay helyére tenném itt be a Minnesota-t. Uh-huh. És egyébként ebben a csoportban én még annyit emelnék ki érdekességnek, hogy itt a NFC East-ből és North-ból, hogyha nem nyered meg a csoportot, akkor nincs esélyed playoff-ba jutni. Pont mert ezt a három helyet ez gyönyörűen el fogja vinni. Pontosan azt gondolom. A South-ból és a West-ből a én is ezt gondoltam. Két csapat. Jó, és akkor én úgy gondolom, és akkor a végén mondjuk a kiemelést azt majd a legvégén elmondom, hogy szerintem még jön. Most akkor még a három csapat. Szerintem be fog jutni a playoff-ba a Tampa Bay Buccaneers. A Arizona és a Seattle. Uh-huh. Szerintem nem. Na, nem? Szerintem a Falcons fog bejutni. Igen. Jó. És a South az ennyi, tehát a Southból megy a Saints és a Falcons. És a West. És a Westből pedig be fog jutni ugye a 49ers mellett a Cardinals. És tudom, hogy az előbb azt mondtam, hogy nincs esélye másik csapatnak, de pont azért, mert eddig ugye mindenre nagyon biztonságít, és a papírformát mondtam, hozok még egy meglepetés Green Bay-t. Ez annyira nem meglepetés. Hát jó, de úgy, hogy a Northból két csapat. Jó. Értem. Már mondhatjuk, én is, hogy én is az már... Én is megmondom őszintén, előbb gondolkoztam a Minin. És nagyon egyszerű oka van ennek, azt így nem érzem azt, hogy három csapat egy csoportból tud menni playoffba. Uh-huh. És ezért mondom csak a Falcons és a Saints-et és a Cardinals-t és a 49ers-t. Jó, igaz, én is változtatok az egészen, változtatok, és a Seahawks helyett inkább bemondom a Minnesota-t én is. Akkor lényegében ugyanazokat, Jány, hogy a Tampa Falcons különbözik, igen. És azon kívül ugyanazokat a csapatokat én is viszik. Ebből átgondolva tényleg nagyon nehéz egy csoportból három csapatnak bejutnia, és én is ezt követve inkább a Minnesota-t mondom oda a második helyre. Jó és akkor ki egy kiemelés. Szerinted ki lesz a kiemelt? Saints. A Saints egyértelműen szerintem. Ez szerintem is a Saints. Most Frisco-n egy pillanatra ugye elgondolgattam, de szerintem is a Saints, szerintem is. Tudom, hogyha úgy vesszük, hogy a Chiefs játssza a Super Bowl-t, akkor szerintem egyetlen egy csapat van, akinek az NFC-ből, de lényegében amúgy az egész ligából egyetlen egy csapatnak van esélye megfogni ezt a Chiefs, az pedig a New Orleans. Én is. Én is teljesen így gondolom. Ha ők nem, akkor nagyjából ez eldőlt idén is. Hát bár azért az NFL-be tudjuk, hogy jó, nyilván még a Frisco, bármi történhet. A Frisco-t és a Ravens-t oda teszem a Saints mögé szorosan. Mindenféleképpen. De a Saints-ben nagyobb bátütő erőt érzek. Hát tavaly is láttuk azért a Super Bowl-ba, hogy ha kellett azért, mert Mahomes-ék össze tudták kapni magukat, és a végén azért szépen megfordították. Micsoda fordítások voltak. Jó van, akkor ennyi lett volna ez a kis szezon beharangozó sorozatunk, ez lett volna a 8. rész, és a terveink szerint, amit eddig beszéltünk, ugye, hogy nem hetente fogunk jönni podcasttel minden hét után, hanem havonta, szóval minden hónapban egy podcasttel fogunk jönni, és akkor majd meglátjuk. Szóval nagyjából úgy, hogy szeptember végén, vagy október elején, és akkor majd ahogy kijönnek a hetek körülbelül. Jó van, nagyon szépen köszönöm ezt a 8 részt, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Na, ne viccelj. Hát. És akkor jó van, szerintem nagyjából átrágtunk mindent, és akkor találkozunk szerintem október elején fogunk majd, és akkor egy ugyanilyen műsor, csak akkor már nagyjából látni fogjuk az erőviszonyokat, azért az első 3-4 hét után kiderül sok minden, és akkor már igen. Jobban tudunk beszélgetni az erőviszonyokról. Igen. Jó van, nagyon szépen köszönöm még egyszer, ennyi lett volna a videó, én Big Dave voltam, itt volt velem. Bence, köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok. Legyen jó szezonatok. Mindjárt kezdődik a meccs, már csak 4 óra. Meg kell tenni, jaj, már csak 4 óra. 4 óra és kikó. Hú, lesz ez. Hú, kemény meccs lesz itt, szerintem elsőre, kíváncsi leszek. Na jó van, akkor ezzel megvagyunk. Szerintem jól sikerült. Ja, vagy hát szóval jöhet ennek, hogy jöhet enni. Okés.